pályázatok és fejlesztések a szomszédokkal. Magyar-horvát együttműködési program. Meg kell állítani a kivándorlást. Az LMP itthon tartaná a fiatalokat új gazdaságpolitikával. Dömper a tatú is segített az ásásban. Virágos kőrisfát ültettek az állatkertben. Játékok, versenyek, házszentelés. Benépesült a családok háza vasárnap. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Milyen pályázatok nyertek a Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési program keretein belül? Ez volt a témája a Baranya megyei önkormányzaton tartott tájékoztatónak hétfőn. A közgyűlés elnöke, valamint a Magyar-Horvát közös titkárság vezetője elmondták, hogy a program keretein belül a pályázók 17 milliárd forint EU-s támogatást tudnak fejlesztésekre fordítani. Újabb sikeres EU pályázatokat tudtunk hirdetni ebből a Magyar-Horvát programból. A Magyar-Horvát Együttműködési Program keretein belül 2014 és 2020 között a pályázók 17 milliárd forint EU-s támogatást tudnak elkölteni egymással közös fejlesztésekre. A legtöbb és a legsikeresebb pályázók Baranya megyéből származnak. A mai napnak az apropója, hogy nemrég kiválasztásra került 208 beadott pályázatból 54 nyertes projekt, kicsit több mint 7 milliárd forint ér, és ezeknek mostanában indulnak a végrehajtási periódusai, ünnepélyes projektindítások vannak folyamatban, és ezek egy-másfél éves együttműködéseket fognak jelenteni majd két ország szervezetei között. 1,6 milliárd forint értékben nyertek baranyai szervezetek pályázatokon. 38 szervezet 29 pályázat keretében tudta lehívni ezeket az összegeket az uniós forrásokból. A pályázatoknak sokfajta célja van. Nagyon fontos a pályázati célok között az ökoturisztika, illetve a környezeti értékeknek a megóvása. E tekintetben több nyertes pályázat van. Nagyon fontos az is, hogy a Baranya megyei szempontjából nagyon fontos kerékpár turisztika vonatkozásában több nyertes pályázat van, ami kiegészíti a megyei koncepciót. A Magyar-Horvát Együttműködési Program nem sokára új lehetőségeket fog kiírni vállalkozók részére. A Magyar-Horvát Közös Gazdasági Társaságok célja, hogy tudjanak olyan fejlesztéseket végrehajtani, ami a két ország közötti gazdasági kapcsolatrendszert fogja erősíteni. Az idén és jövőre is szükség van az alapellátás 10 milliárd forintos plusz támogatására, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kormány 2014-ben határozta el, hogy évi 10 milliárd forintot biztosít a területnek, az idei büdzsé 4, a jövő évi költségvetési tervezet pedig 7 milliárd forintot rendel erre a célra. A kamara szerint, amíg az összesen 50 milliárdos támogatás nem valósul meg, hiába minden letelepítési támogatás, a betöltetlen körzetek száma csak nőni fog. A kamara felhívta a figyelmet arra is, hogy az egészségügyi kabinetnek folytatnia kell az alapellátásban működő fogorvosi praxisok helyzetének javítását is. Új gazdaságpolitikát kell követni az országnak, hogy itthon maradjanak a fiatalok. Így reagált az LMP egy közelmúltban megjelent felmérésre. A felmérésekből kiderül, hogy akár 1 millió magyar is külföldön kereshet munkát a következő években. Ezért a fizetések közötti különbséget kell csökkenteni. Ehhez pedig azokat a munkahelyeket kell támogatni, amelyek nagy hozzáadott értékkel termelékenyebbek társaiknál, így meg tudják fizetni a fiatal munkavállalókat. Megállítaná a magyarok kivándorlását az LMP, mondták pécsi tájékoztatójukon a párt politikusai hétfőn. A fizetéseket kell ehhez a nyugati bérekhez igazítani. Ez pedig nem azt jelenti, hogy a multik munkahely teremtését kell támogatni. A termelékenységet tudjuk javítani, tehát akkor lesz tartós bérszínvonal emelkedés Magyarországon, hogyha alapvető gazdaságpolitikai fordulat következik be, és a termelékenység növekszik, tehát a magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket tudjuk megteremteni és ide vonzani Magyarországra, ekkor fog megváltozni ez a tendencia. Nem akkor, ha a multik összeszerelő üzemeinek ad otthont hazánk, mondja a pécsi politikus. Az LMP szerint nem jó megoldás a fiatalok visszacsábítására a Jobbik béruniós kezdeményezése. Az EU egész területén kiegyenlíteni a bérkülönbségeket a jobboldali párt a brüsszeli bürokrácia segítségével. A jelenlegi Európai Uniós vezetési struktúrában még a bérrel kapcsolatban is nekik egy központi döntéshozatalt adunk, hát az a bizottságnak a jelenlegi működése kapcsán sok jót nem okozhat. Tehát én nem pontosan értem, hogy a Jobbik, ami szintén ugye a nemzeti érdekképviseletet hangoztatja, az miért szeretne
Jean-Claude Juncker és a többi adócsaló kezébe a magyar bélpolitikáról is döntéseket adni. Egy friss kutatás szerint 350 ezer magyar szándékozik elhagyni az országot a következő években. A 18 és 40 év közötti korosztályból 700 ezer ember fontolgatja azt, hogy külföldön keres munkát. Pécs lakossága a 2009-es 160 ezerről 150 ezer alá süllyedt a felmérések szerint. A kivándorlás gazdasági összeomláshoz vezethet Magyarországon, ezért kell ezen változtatni az LMP szerint. A fenntartható mezőgazdasági termeléshez újításokra van szükség az egész ágazatban és a vetőmagtermesztésben is, azért, hogy a klímaváltozás hatásait csökkenteni lehessen, mondta a külgazdasági és külügyminiszter egy budapesti kongresszuson. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország a vízgazdálkodás és a vetőmagtermesztés területén kiemelkedő fejlesztéseket tudhat magáénak, amelyeket a világ számos részén használnak már. Hozzátette, globális konszenzus szükséges az ágazat előtt álló hosszú távú kihívások kezeléséhez. Magyarország gazdasága hagyományosan mezőgazdasági termelésen alapul, a kormány komolyan veszi a globális kötelezettségeit, így az uniós országok között elsőként ratifikálta a Párizsi Klímaegyezményt. A biológiai sokszínűség napját ünnepelték május 22-én a Pécsi Állatkertben. Ez alkalomból hétfőn délután fát ültettek a zoo bejárata mellett. A virágos kőrisnek szánt gödör kiásásában Dömper a tatú is segített a gondozóknak. Az állatkert célja, hogy a felújítás során eltávolított növényeket pótolják. Az elkövetkező időszakban 66 fát szeretnének elültetni, melyeket a látogatók akár örökbe is fogadhatnak. Dömper az állatkerti tatú segített gödröt ásni. A biodiverzitás napját ünneplik ugyanis május 22-én, ebből az alkalomból pedig fát ültettek a Pécsi zoo bejárata mellett. Mint arról korábban már beszámoltunk, az intézmény az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének időszakos tagjává vált. Ezért a vezetőség fontosnak tartja, hogy kommunikálja a látogatók felé, milyen fontos az Enged élni akció. Ennek keretében ültették el hétfőn délután a kijelölt fát. De ez egy akciónak is a kezdete, hiszen a következő hónapokban, év végéig szeretnénk minél több, lehetőségeink szerint 66 fát elültetni itt az állatkertbe, hiszen amikor volt az építés ennek az intézménynek, amikor megújulhatott az egész pécsi állatkert, akkor néhány fát a gépek, illetve az építési munkák miatt el kellett távolítani, szeretnénk ezeket minél nagyobb számban pótolni. A faültetésben az állatkert egyik lakója, Dömper is segített. Az eseményen egy iskolai csoport is részt vett, akik kíváncsian figyelték, hogyan kezdi el kiásni a gödröt a tatú. A tatuk a mindennapi életük során, a szabadban, ők nagyon szeretnek ásni. Az időjárás pedig megengedi nekünk, hogy kihozzuk őt ide a természetes talajra, és neki is nagyon jó érzés lesz, hogy kiáshatja majd azt a kis gödröt, amiben bele fogjuk tenni ezt a fát. A fa, melynek ültetését végül az állatkert dolgozói fejezték be, virágos kőr is. A Biokon főkertésze elmondta, ez a környezet megfelel ennek a fafajtának. A következő ültetési akciók során pedig látogatók akár örökbe is fogadhatnak egy-egy fát. A halhús áfájának várható csökkenése 15%-os ármérséklődést hozhat, a haltermékek piacán a fogyasztás növekedés pedig 10-15%-os lehet. Mondta a Világgazdaságnak Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke. Az egyfőre jutó éves halfogyasztás Magyarországon 6,5 kg, ami messze elmarad a 24 kilós Európai Uniós átlagtól, nem is szólva a déli tengeri országokra jellemző 40-50 kg-tól. Kedvezhet a hazai haltenyésztés fejlődésének, hogy az Európai Unióban a tengeri halászattal szemben prioritást élvez az akvakultúra. A magyar haltenyésztést Európában is jegyzik. Afrikai törpeharcsából például a kontinensen az első számú termelő Magyarország, míg ponytenyésztésben a harmadik. A termelés ugyanakkor 15-17 ezer tonna között stagnál, a külkereskedelemben pedig jelentős túlsúlyban van a behozatal. Nagy volt a forgalom hétfőn a NAV kirendeltségeken. A személyi jövedelemadó bevallásnak ugyanis május 22-e éjfél a határideje. Az ügyfélszolgálatok este 6-ig várták az adózókat, elektronikus formában viszont éjfélig van lehetőség a bevallás leadására. A papír alapon készülő bevallásoknál a leggyakoribb hiba még mindig az aláírás hiánya, illetve a téves adatok számolása. Családi kedvezménynél érdemes megnézni, hogy a gyerekek adatait tartalmazó különlap kitöltésre került-e, illetve senki ne feledkezzen meg az 1+1%-os felajánlás lehetőségéről.
kedden megkezdődik a Tettye Forrásház ZRT megbízásából végzett szennyvízvezeték felújítás követő végleges, teljes szélességű útburkolat helyreállítás a Páfrány utca, Szőnyi, Ottó, Aranycsapat utcák közti részen Uránvárosban. Az aszfaltozás a tervek szerint május 23-a és 26-a között teljes útzár mellett zajlik. A fenti utcakaszon napközben nem lehet áthaladni, sem parkolni. A garázsokba való autós be- és kihajtás 7:30 előtt és 17:30 után biztosított lesz. A munkálat időpontja és időtartama az időjárás függvényében változhat. 300 000 forintos vásárlási utalvánnyal ajándékozták meg az egyik pécsi mentőállomás dolgozóit a Baranya megyei motorosok. Az adománnyal a mentősök értük tett munkáját köszönték meg. Szombaton nyílt nap volt a szolgálat Tüzér utcai állomásán, ahova látványos programokkal várták az érdeklődőket. Ismét ajándékozni jöttek a motorosok a mentőállomásra. Ez már a sokadik alkalom, amikor a megye motorosai azért fognak össze, hogy a mentőszolgálat dolgozóit segítsék. Szeretnénk átadni nektek egy 300 000 forintos vásárlási utalványt. Ezt egy pécsi bevásárlóközpontban vásárolhatják le a mentősök. Ezzel a köszönetünket és a hálánkat szeretnénk kifejezni a munkájuk felé, mert a motorozás egy veszélyes hobbi, egy veszélyes sport, és sok múlik a mentősökön, hogy érnek oda, hogy kezelik, hogy ápolják, milyen gyorsan kerül be a kórházba a balesetet szenvedett. A partnerség sok évre nyúlik vissza. A motoros rendezvények biztosítását például mindig a mentőszolgálat végzi. A Tüzér utcai állomás támogatói falára szombaton ki is került az együttműködést szimbolizáló tábla. Oké, jó. A hétvégén egyébként nyílt nap volt az állomás udvarán. Ide várták a motorosok mellett az érdeklődőket. Május 10-e a mentők születésnapja. Ennek keretében országosan szinte minden mentőállomáson nyílt napot vagy mentőnapot tartanak. Mi is csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Reggel 9 óra óta tartanak a programok. Alpin bemutató, kötélpálya, kutyás bemutató, mazsoret bemutató színesítette a programot. De a gyerekek belülről is megnézhették a mentőautókat, kipróbálhatták a szirénát, és beszállhattak egy kutató mentős kocsiba is. Elítélték a balesetező ittas rendőrt. A vádlott szabad idejében még tavaly júliusban egy szabadtéri rendezvényen volt Szederkényben, ahol 2 liter sört fogyasztott el. Ezután gépkocsijával Bó irányába közlekedett. Az egyik út kereszteződésnél a jelzőtábla ellenére a kereszteződésbe lassítás nélkül hajtott, és nem adott elsőbséget a neki jobbról motorkerékpárral érkező, szabályosan közlekedő sértetnek. A sértett a vádlott autójának jobb első oldalával ütközött, amitől 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Az ittasan balesetet okozó rendőrt 10 hónap börtönre ítélték, és 1 év 3 hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől. A családok napját tartotta vasárnap a pécsi Székesegyház Nagy Családos Egyesület. A programok között szerepelt aszfaltrajzolás, kismotorverseny, de játékbörze is várta az érdeklődőket. De nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is jól érezték magukat. Saját magunkat, a családok házát ünnepeljük. Nagy öröm volt számunkra 2 évvel ezelőtt, amikor ezt az épületet birtokba vehettük és elkezdhettük használni. És akkor megfogalmazódott bennünk, hogy ebbe a május hónapban, amikor az eleje az anyák napja, a vége a gyereknap, közben van még egy nemzetközi családok napja is. Arra gondoltunk, hogy akkor ebben a május hónapban ünnepelhetnénk itt a családok házában egymást, az egyesületet, az egyesület tagjait, és úgy tűnik, hogy ez minden évben most már az elmúlt évben is nagyon jól sikerült. Újra ingyenesen gravíroztathatjuk kerékpárunkat Pécset a Lékszesz gyár úton. A kerékpárvász szerkezetébe egy helyi kódot gravíroznak a rendőrök, mely rendőrségi nyilvántartásba kerül, így az elveszett, ellopott kerékpár megtalálása esetén könnyebben visszakerülhet jogos tulajdonosához. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság a Pécs Lékszeszgyár utca 8 száma alatt tartja az ingyenes kerékpárgravírozást május 23-án 10 órától 18 óráig. A helyszínen az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a Bike Safe elnevezésű országos kerékpár regisztrációs rendszerről is. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint tavaly decemberben mintegy 90 000 álláshely volt betöltetlen, az ország területén, a Dél-Dunántúlon 4 000, melynek egy részét a ma már pihenő korosztály is betölthetné.
Ha a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvényt elfogadja az országgyűlés, hamarosan lehetőségük lehet újra dolgozni azoknak, akik szeretnének. A megyei nyugdíjas civil szervezetek kulturális találkozóján Decsen 20 egyesület 900 tagja töltött el a napot egymás szórakoztatásával. A szervezetek célja a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása a korosztály számára. Valamivel 2 millió felett van a nyugdíjasok száma Magyarországon. Közülük a fiatal nyugdíjasok, tehát a 65-74 éves korosztály létszáma is megközelíti a 600 ezret. A felmérések szerint az idősek egyharmada visszatérne valamilyen formában a munkaerőpiacra, csak nem 700 ezer időst is integrálni lehetne megfelelően kiépített rendszer segítségével bizonyos ágazatokba. Az országgyűlés a nyugdíjas szövetkezetekről szóló törvényjavaslat tárgyalását kezdi a napokban. Ennek célja, hogy az öregségi ellátásban lévőre dolgozni vágyó időseknek lehetőséget nyújtsanak visszatérni a munkavilágába. Aki elég fiatal és bírja, álljon munkába. Én, ez nem erőszak kérdése az én véleményem szerint, aki akar és úgy érzi, hogy az ereje engedi, dolgozzon. Hát ez nagyon nem lenne jó dolog. Dolgoztunk mi már eleget, dolgozzanak a fiatalok, akik lófrának az utcán és nincs munkahelyük. Én már nem vállalnék, már 70-en túl vagyok. Már nem vállalom. Nekem elég volt, amit idáig dolgoztam. Én szívesen dolgoznék még. Szerintem sok más nyugdíjas is dolgozna még szívesen. Aki bírja, az főleg a kevés a nyugdíja. A Dél-Dunántúlon közel 200 ezer nyugdíjas él. Átlag nyugdíjuk 115.998 forint. A nyilvántartás szerint 2016 végén 4300 olyan álláshely volt, ahol foglalkoztathatóak lennének. A nagymányoki Klaus Irén nyerte el idén a Kárpát-medence családorvosa díjat. Az elismerésre a páciensei jelölték, a díjat pedig Balogh Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől vette át. A doktornő azt mondja, nagyon örül az elismerésnek, ami szerinte egy csapat munkaeredménye, amiben rajta kívül a betegek és a szakorvosok is benne vannak. Amen 40, valamikor 100. Ennyi beteget lát el naponta az év Kárpát-medencei családorvosának megválasztott Klaus Irén. Összesen 1900 beteg tartozik hozzá, nagy és kismányokon, Váralján és Bonyhádon is praktizál. 40 éve dolgozik családorvosként, ezért minden tud a hozzájáró betegekről, akiknek meg sem fordul a fejükben, hogy másik orvost választanak. Sőt, van olyan paciense, aki Budapestről jár vissza hozzá, de a környékbeli városokból is sok beteget lát el. A fiam is Szekszárdon van, ő még mindig ide jár vissza, és bármikor tényleg segítséget kapunk. Az év Kárpát-medencei családorvosa díjat a közel 50 éves Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete hozta létre és gondozza. Minden évben a kiemelkedő teljesítmény nyújtó családorvosoknak ítélik oda a kurátori jelölés és a lakossági szavazatok alapján. Nem csak az én érdemem, hanem mindenkié. Ilyen szerényen fogalmaz az elismeréssel kapcsolatban az év Kárpát-medencei családorvosa. Klaus Irént a kismányoki páciensei jelölték a díjra, amiről a doktornő azt gondolja, hogy egy csapatmunka eredménye, amiben rajta kívül a betegek és a szakorvosok is benne vannak. Ebben 40 évben mindenki benne van, aki segített a munkámba, akivel találkoztam. Én a szakorvosok nélkül nem tudok lépni. A betegek, ha őszintén elmondják a gondjaikat, sokkal előbb tudok valamerre irányt venni, és sokkal előbb tudom őket szakrendelésre, vagy szakellátásra, vagy bármi nemű sebészeti, vagy kardiológiai osztályra küldeni. A nagymányoki doktornő a díj elnyerése óta egyébként rengeteg gratulációt kap. Sokan SMS-ben vagy az interneten írnak neki, a doktornő pedig minden egyes jó kívánságot megköszön, ám ezekre legtöbbször csak éjjel jut ideje válaszolni. Muskátliból, petúniából, de a különféle paradicsom és paprika palántákból is több ezer fogyott a kaposvári virágvásáron. Évről évre sikeresebb a kezdeményezés, hiszen ilyenkor olcsóbban lehet hozzájutni egy-egy cserepes növényhez, és a vásárlók több százféle virágból tudnak válogatni egy helyen. A kétnapos vásár célja, hogy a növényeket népszerűsítsék. Ez balkonparadicsom. Ugye itt lehet látni, hogy itt már rajta van egy kis termés a virággal, tehát ez viszonylag korán virágzik. Nem lesz nagy, egy 25-30 centire nő meg, kifejezetten ajánlom erkélyre, balkonládába. Egyre kedveltebbek a balkonon is nevelhető növények, mutatta Vajtó Ferenc,
Ennek az az oka, hogy a panel és társasházakban élők is szívesebben termesztik maguk a zöldségféléket. A kaposvári virágvásáron természetesen a szebbnél szebb virágokból is több ezer fogyott az első napon. A begónia és a vízvirág, meg a muskátli igazából. Sokan többféle virágból is összeválogattak egy-egy ládányit, s nem csupán a kertet, vagy éppen az erkélyt tennék színesebbé a növényekkel. Nekem az erkélyem már ragyog a muskátliktól, és nekem nagyon sokan elhunytjai, a férjem, anyósom, apósom, szüleim, öcsém, felesége. Tehát mindenhova teszek egy-két cseréppel, és úgy döntöttem, hogy reggel a rádió mondta, korán megfőztem, és eljöttem válogatni. A sárga, narancs és citromszínű virágokat percek alatt elkapkodták a vásárlók. Nagyon sokan viszik a muskátlit továbbra is, ugye hagyománytiszteletből, illetve a margit virágot visznek sokat, kukacvirágból is nagyon szépen fogyott. Úgy látom, most valaki éppen záporvirágot visz, tehát ezek népszerűek. De a gyógynövényekből, például a sarkantyúkából is több száz tő fogyott a kaposvári virágvásárban, amely holnap is várja a növénykedvelőket. Folytatódott az év halának is választott, a tóban egykor őshonosnak és közkedvenetnek számító mennyhal visszatelepítése a Balatonba. A 2000 darab egy nyaras ivadékot a Szántódi kompikötőnél engedték a tóba. Nem csak ökológiai szempontból, hanem horgászturizmus miatt is fontos ez a program. A mennyhal közkedvelt a pecások körében, hiszen az édesvízi tőkehal húsa igazi gasztronómiai ínyenség. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT a Gödöllői Szent István Egyetemmel közösen a Földművelési Minisztérium anyagi támogatásával valósítja meg a programot a horgásztársadalom nagy örömére. Mi szeretnénk, hogyha ez a mennyhali tújból megtelepedne, megmaradna és színesíteni az itteni halállományt. Mellesleg, illetve nem mellesleg, pedig egy horgászati élményt is jelenthetne a hidegvízi időszakokban a horgászoknak. Híradónk végén legfontosabb aranyai témáink még egyszer röviden. Pályázatok és fejlesztések a szomszédokkal. Magyar-horvát együttműködési program. Meg kell állítani a kivándorlást. Az LMP itthon tartaná a fiatalokat új gazdaságpolitikával. Dömper, a tatú is segített az ásásban. Virágos kőrisfát ültettek az állatkertben. Játékok, versenyek, házszentelés. Benépesült a családok háza vasárnap. Kedden is számíthatunk elszórtan záporok, zivatarok kialakulására a napos időszakok mellett. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok környezetében lehetnek erős lökések. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 22 és 24 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!